Üdvözlöm benneteket, Erős Győző vagyok. 94 óta kogyhasztok kajákat. Egy alapítványnak a tagja vagyok, úgy hívják életét, földet, egészséget alapítvány. Mai napig a bioreform élelmiszerek érdekelnek, függetlenül a hasamtól. Nem magyarázkodom, hasam az azért van, mert 4 évvel ezelőtt úgy lemondtam róla, hogy még folytatom ezt, de megint nekiállok. Majd, hogyha lehetővé teszi a kép, akkor megmutatom, milyen voltam akkor, amikor ezt a kaját fogyasztottam 1-2 évvel ezelőtt. Hogy mi a különbség az arcom, testalkatom és egyéb között. Most megmutatok egy krémlevest, ami roppant könnyű lesz elkészíteni, és azért mutatom be, amit hozzá használok, az lesz nagyon érdekes. Tehát az egyik az karaláb, ugye, egy kis tök, és egy kis hagyma, vörös hagyma. Föltettem a vizet forni, a fűszert viszont betettem hidegen sajtónak olívaolajban. Ezt félreteszem, hagyom ázni, ezt majd a turmizba fogom beletenni akkor, amikor megpároltam abba a kevés vízbe ezeket a belevalókat. Amíg forra a víz, addig elmondom, hogy végül is mi az, amit be akarom mutatni, és mi az, amit meg akarom veletek kedveltetni. Nagyon sok étterem, büfé ajánl finomabbnál finomabb kajákat. Ezek a kaják viszont nem valami okésak, legalábbis én nekem, ugyanis a betegségem miatt én nem éltek állati terméket jóformán, tehát még tejterméket sem, de szoktam azért bűnözni. Bemegyek és nem kapok más, mint rántott karfiolt, vagy gombát, vagy sajtot. Most piacra teszünk néhány olyan dolgot, illetve már van piacon néhány olyan dolog, ami éttermeknek is jól jönne, csak eddig nem tudták használni. Itt láthatjátok őket. Ezeket úgy hívják, első körben bemutatom, hogy gabonahúsok. Így néznek ki a gabonahúsok. Különböző formátumban. Mindegyikből más lehet csinálni, amit csak akar az ember. Akár egy hamis rántott sajtot is meg lehet csinálni belőle. A másik, amit bemutatok, ami újdonság lesz, és a krémlevesemnek az egyik alapja, amit az emberek nem fogyasztanak, és nagyon fontos lenne, azok a gabonaköretek. A gabonaköretek érdekes dolgot tesznek lehetővé. Mindegyiknek más az élettani hatása. A bioholtok polcain ott vannak ezek, csak nem tudunk velük mit kezdeni, mert száraz állapotban vannak. Ezeket válogatni kell, előáztatni, és megfelelő módon főzni. És ezt az emberek nem tudják, hogy hogyan kezeljék. Ugyanis valamelyiknek kevesebb a főzés, de van amiknek több. Valamelyiknek le kell cserélni a főzőt, valamelyiknek nem. És ami a legfontosabb, nem tudják, hogy élettanilag milyen jó hatásuk van, és ezért sem használják. Tehát egy, nincs idejük, kettő, nem tudják, hogy mire jó, három, sem tudják, hogyan kell elkészíteni. Na most mi ezeket az ételeket, alapanyagokat előkészítettük nektek. Amit itt látok kezembe például, ez hajdina. Az első ötletem az volt, hogy ilyen bélbe töltsük, de a vége ez lett a végső megoldása, amit egy instant. Én ezt fogom most felhasználni a leveshez majd. És lehetővé teszi azt, hogy a házi asszony 5 perc alatt vagy egy étterem egy ilyen köretet kiadjon. Vagy amikor, hogy ezek a köretek milyenek, azok kész állapotban vannak, majd csináltam a fotókat, azokat beillesszük. Tehát annyi az egész, hogy bele kell dobni forró vízbe 3-5 percre, átmelegszik az egész, feltépve, tányéron, villával széttörve elkészül. Ezt majd a leves után egyet megfőzünk azért, hogy felbontunk, mint tudom, egy tömkőkeretet például. Aztán vannak ugye kolbászok, szendvicseknek, remélem forró vizem, nem akarok elenyúlni. Még egy pék dolgot közben bemutatok, meg a használatát. Ez is egy vadonatúj dolog. Ez egy tömkölyi búza keményítő. Megmondom, mennyivel jobb a használt keményítőknél. Nem nagyiparilag van kinyerve vegyszerrel, mint a glutén például az ilyen húsokat, amit készítenek gluténból fehérjek, hanem ezek teljesen kézzel tömkölyből vannak kinyerve, és nem csomósodik be. Tehát, hogyha a háziasszony használni akarja, akár témlevesnek, akár öntethez, bármilyen alapanyagot válasz, sárgarépát, parfümöt, mindegy, mit csinált, öntet akar készíteni, nagyon jó sűrítő anyag. Ez a
tönkőből készült tönkőkeményítő. Visszatérek a köretekre egy kicsit, ha megengeditek. Teljesen mindegy, hogyan használod fel a képzeletet, szabcsak határt, ugyanis az a helyzet, hogy ez például köles. Ez köles túló palacsinta tölteléknek, ilyen megfelelő mézzel, aszalvánnyal keverve. Tehát a receptje az megtalálható a honlapunkon úgyis, tehát elég sok recept van. A másik nagyon jó fasírt alapanyag. Tehát nem arról van szó, egyszerűen csak köret, hanem fasírt az ember fölmeríti, széttöri, bekeveri azzal, hogy befiszerez úgy, ahogy szeretné, meg amivel szeretné, és kap egy nagyon frankó fasírt alapanyag. Tehát jó köretnek, jó fasírt alapanyagnak, és ami nagyon fantasztikus, hogy nem eszik meg az emberek csak úgy, témlevesnek. Tehát aki nem szereti, közben felforrt a víz, belerakom a legkeményebbet, akkor a HB. Tettem bele kevés sót. Só helyett jobb a szójaszósz, azt elmondom. Kevesebb a sótartalma, só megköti a szervezetbe a vizet. Úgyhogy összekeverem, amíg ez megpuhul, folytatom ezt. Tehát azt akartam, hogy az emberek nem igazán eszik meg ezeket a gabonákat, főleg a gyerekek. Viszont mindegyiket meg tudtam etetni a gyerekeimmel úgy, hogy krémlevest csináltam belőle olyan módon, amit most mutatok nektek, ugye főzök egy kis zöldséget, megpárolok egy kis zöldséget, aztán fogom, és egy az egy arányba turmixszal össze fogom turmixolni, és a idegen sajtót a turmixolás közben oldalamat beleöntöm a zöld fűszerrel, meg a kevéssóba, és kapok egy nagyon frankó krémlevest. Jó? Akkor még mindig ezekről az újdonságokról. Egy ilyen zacskóban körülbelül egy személynek az adagja van. Nagyon laktató. Kevésnek tűnik az csak csalóka. Rozsban gazdag ételek. Egy adag van benne. Mit mondta Gábor, hogy hány grammos? Grammját azt nem tudom, azt hiszem 100 grammonként van kiszerelés. Nagyon kiszerelésben nincs? Egyébként. Tehát, hogyha családi kiszerelés létezik, vagy fog létezni? Létezik, majd kérés szerint. Ugyanis beszélni fogunk a következő kis filmben ugye arról, hogy hogyan jutnak hozzá ezeket az újdonságokhoz legjobban, legjobb feltételekkel, jó? Oké? Okay. Van még ezzel kapcsolatban már, amit ez? Jó. Ez előfőzött, vagy ez teljesen? Igen. Azért mondtam azt, hogy mivel a boltpolcain ez úgy van, hogy az ember nem tudja mit kezdjen vele, mert válogatni kell, láztatni kell, utána főzni kell, van amelyiket egy óráig, ez még van minden csinálva, kész van. Tehát tisztítva van, előáztatva, és meg van főzve mindegyik a megfelelő ideig. Innentől kezdve már tényleg csak annyi a dolog, hogy az ember fölmelegíti, fölbontja, aztán tányira kirakja. Jó, közben még ott az megfelelő, még mutatok egy-két dolgot. A kettő közötti különbséget akarom megmagyarázni. Ez ugyanaz, mint ez. Ezt úgy hívom, hogy gabonahús. Bécsi szeletként jött be az országba, alma, amikor ezt megvettük a receptjét. Ez forgalomban lévő úgynevezett tönkőfehérje. Annyi a különbség a kettő között, hogy ez tiszta tönkőfehérje, ennek viszont x százaléka, nem is kevés, de kevesebb, tehát többsével van benne a fehérje, de búza, teljes kérdésű búza tisztel van kellel és keményítővel, tehát ezt valamennyivel jobbnak tartom fogyasztásra. Sütthető, pirítható, én szívesebben használom ezt. Őszinte vagyok a fehérjebevitel miatt. Fölszelünk egy ilyet, és megmutatom, hogy milyen rövid idő alatt készül el. És arról van szó, hogy eleve már szinte így is fogyasztható, de ha mondjuk az ember csinál egy brassóit vagy egy gyíroszt, akkor annyi a dolga ezzel, hogyha a gyíroszt akar, akkor fogja, egy kicsit nagyobb reszelre reszel belőle, a többitnek hozzácsikozza, tehát válkozácsikokat. Ha meg brassóit, akkor fogja, felkockázza, és brassóit csinál belőle. Tehát a krumplihoz. Jó lenne egy igazi szakács hozzá. Mondom, mi a bánatért adnánk ki megint? Otthon se. Annyit. Igazi mások. Szakácsok csinálják, hanem egyszerű házi asszony. Így van. Vagy házi urak. Tehát az olajba berakom az összevágott fagymát. Megpirítom szépen. Össze fogom pirítani a hússal és összekviszelezem. Jó? Közben megmutatom, hogy a felforrt a víz. Azt mondtam, hogy kiválasztok egy köretet.
mondjuk legyen a tönköly, beledobom a forró vízbe, és benne hagyom 3-5 percet. Pirított hagymára fogom szépen, és a perszelhúst rádobom. Mint mondtam, ez főkezelés már nem igazán igényel, de a pirítom. Lehet ám nyugodtan apróbbakra várni ezt a sóhívot. Most jöhet egy kis só. Tényleg jobb a szójaszósz egyébként, még egyszer elmondom, nem hoztam magammal. Egy kis fokhagymavélemény, azért mert most én csak imitálom a brassóinak az elkészítését. Ugye már a brassóiba, jól emlékszem, ott a tört fokhagyma, az ilyenek vannak, de én csak azt akarom megmutatni, hogy milyen lesz az alap, amit hozzá lehet keverni. Egyébként létezik a brassóinak egy olyan fűszerkeveréke, mint például a pizza fűszerkeverék, és azt össze lehet állítani saját az otthonira. Éppen azt kell mondjam, hogy egy olyan 5-10 perc alatt megpirul. Lehet kisebbekre vágni, lehet több hagymával, kisebb hagymákkal, fokhagymát hozzárakni, és ugye ez kerül utána összekeverésre a sülburgonyával, a kockára való sülburgonyával, amit én most nem készítek el, én csak meg akarom mutatni, hogy mennyire hasonlít az eredetihez. Tulajdonképpen ugyanez az eljárása a többi hússal is, ilyen hamar elkészülnek, tehát hogyha most megkóstolja az ember, akkor ez a hús, nem azt mondom, hogy húsztesk az ember, de a fűszerzőtől függően valóban olyan, mint a hús, olyan, mint a hús. Közben kiszedtem a köretet a forró vízből, így néz ki mondjuk egy tönköly köret. És ugye kiraknám kis tányra, de majd egy szebb képet bevágom, amikor el van készítve. Teljes értékű gabona. Elképesztően tápláló, nagyon keveset tud belőle megenni az ember. És mindegyik köret, amelyiket így megfőzünk, ebbe az instantba, forró vízbe kirakjuk, utána ugyanígy használható, épp olyan, mint a rizs, a barna rizs, vagy akármi, és ugyanígy fogyasztható az ételhez. Még annyit hadd mondjak a vasfolyóhoz, hogy kevés, kisebb kockára vágva, és kicsit tovább pirítva. De most csak a felvétel kedvéért mutattam meg, hogy vele a vasfolyót is meg lehet csinálni. Oké? Hozzáadom most a felszelt tököt, ugye már az sokkal könnyebben megfő. Amiről nem beszéltünk, miközben az fő, ezek az újdonságok, pástétomok. Gabonából készült pástétomok. Mint mondtam, a gabonát azt nem igazán szereti az ember, tehát ilyen formában, amit elkészítettük, nem igazán szeretik rágni az emberek. Ezért megcsináltattam pástétom formába, és most megmutatom majd utána a krémlés formába. Ennek az a lényege, hogy a főtt gabona át van dolgozva egy gépen, növényi zsiradékkal van keverve, fűszerezve van, és különböző fűszerezettségűt lehet, mint a magyaros ízesítésű, vagy éppen mediterrán, szintén fel lehet használni, sokkal jobb, mint a vaj, meg ilyen dolgok, meg ételkompletál szempontjával is jobb, teljes körösi kenyére, lákenve zöldséggel. Közben megfőtt, aminek meg kellett főnie a krémleveshez, a megfárolódott zöldségekből egy-két kockát kiteszek a leves betéthez.
bekerült a Turmixba a párolt. Párolt micsoda? Tök. És karolábé. Karolábé. És most a lényeg, hogy azt mondtam ugye, hogy nem akarják megenni az emberek a gabonát. Fogok és fölvágok egy hajdinát, és akkor a mennyiség ide, mint az a másik volt, szépen beleteszem. A vasülítembe. Hajdinával. Megcsináltam már kölessel, megcsináltam barna rizssel és a krémlevest. Ennek az a lényege, hogy így az ember viszont már szívesen beviszi a szervezetébe. Ez életemről fontos. Én hozzáadom menet közben, csak zörögne a fűszeres olajat, tehát amivel ízesítem, ugye nem értek városolás, és meleg vízet muszáj belengedjek. Összeturmixoltam akkor, fölvigítottam vízzel, amennyire kellett, hogy szerintem elég sűrű. Aztán meg fogom leszedni hozzá. Tányérba. És tulajdonképpen most kaptuk meg azt a krémlevest, amiről beszélek. Az az érdekessége, hogy így megette a gyerek is, és megenné bárki, bármelyik étterembe, bárhol, mert nagyon finom. Ugyanígy lehet bele egyébként öntetet is csinálni, teljesen mindegy, hogy mit használ, a sárgalépát, karfiol, karalábét, étel összetételében is nagyon jó, könnyen emészthető, és így sokkal könnyebben megeszik a gabonát, mint kelet formájában. Ez volt a lényege.